Alekszandar Vučić a múlt héten egy tévéinterjúban azt mondta, Szerbia jelenleg jó gazdasági helyzetben van, ezért tovább kívánják segíteni a munkáltatókat. Sőt, még az egyének és vállalkozások esetében is folytatódhat a hitelmoratórium meghatározott feltételek mellett. Szipacsimo još malo novca direktno. Dakle, daćemo za naredna dva meseca, za juli i avgust. Mislim da je to važno za naše hrabre preduzetnike, za mikropreduzeća, mala preduzeća, srednja preduzeća. Daćemo po 60% od minimalca za sve njihove radnike. Ne zato što ti ljudi nisu radili, radili su. Hoćemo da finansijski dodatno pomognemo. Hoćemo da finansijski dodatno osnažimo. I od frizera, obućara do ljudi koji imaju svoje privatne kompanije za proizvodnju nameštaja. A hitelekkel kapcsolatban is döntés született az államfő nyilatkozata óta. A hiteltörlesztés felfüggesztését magánszemélyek, mezőgazdasági termelők, vállalkozók és vállalatok igényelhetik, ezt a bankok és hitelezők kötelesek július 31-ig felajánlani. Az ügyfeleknek augusztus 10-ig van lehetőségük visszautasítani a felfüggesztést, ha mégis fizetni szeretnének ebben az időszakban. Ezt személyesen, postai úton, interneten vagy telefonon tehetik meg. A polgároknak, illetve vállalatoknak 10 napjuk van, hogy ezt, hogy mondjam, visszautasítsák. Mert ha nem utasítják vissza, automatikusan elfogadottnak tekintik. Tehát a múltkori moratóriumot a gazdasági szubjektumok és polgárok 90%-a, tehát az adósok 90%-a használta föl, és a Nemzeti Bank fölmérte, hogy ez egy jó intézkedés arra, hogy a pénzügyi rendszer stabilitását megőrizzék. Zombori Imre hozzátette, a moratórium idején a korábbihoz hasonlóan a bankok nem számolnak fel késedelmi kamatokat, rendes kamatot viszont igen. A moratórium lejárta után pedig minimálisan, de magasabbak lesznek a lefizetési részletek. A moratórium kapcsán Vladimir Vasić beszélt a szerbiai RTV vendégeként. A Szerbiai Bankok Szövetségének főtitkára elmondta, az intézkedés kölcsönökre és hiteltermékekre vonatkozik, például engedélyezett minuszokra és hitelkártyákra. Hozzátette, a törlesztésre háromféleképpen van lehetőség. Jeden način jeste da ta kamata koja je nastala ovih dva meseca, to je redovna kamata, znači nema zatezne kamate, redovna kamata, ona se linearno raspoređuje na ostatak duga, a dug se produžava za, odnosno vremenski period kredita se produžava za 60 dana. To je jedna opcija. Druga opcija jeste kada istekne taj period, vi imate mogućnost da platite samo kamatu i da vam se produži za 60 dana vaš kredit. I imate, i to je druga opcija, i treća opcija možete platiti sve odjedno. A moratórium megkezdéséről és időtartamáról, illetve minden más erről szóló információról a bankok és hitelezők hivatalos honlapján vagy a bankfiókokban lehet tájékozódni.